az elmúlt talán 3-5 hónap kibetűjén a pötty befejezése, a méltó befejezése annak a munkának, ami jelen megbízó rövén átvételével megvalósult. Így köszönte meg munkatársai és a választóbizottság tagjainak a munkáját Kovács Sándor megbízó levelének átvételekor. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5-ös számú választókerületében a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte meg az április 8-ai országgyűlési választást. A választókerületben 65%-os volt a részvételi arány, Kovács Sándor a szavazatok 58,55%-át szerezte meg, megelőzve a jobbikos jelöltet, Apáti Istvánt, aki a voksok 32,9%-át kapta. Egyszerre büszke vagyok, hazudnék, ha nem lenne bennem az a fajta emberi gyarlóság, hogy egy ilyen siker után büszke legyek magamra, büszke legyek arra a csapatra, aki segített ebbe, és köszönet van bennem nagyfokban a választópolgárok irányába, hiszen ha ők nincsenek, akkor nincs ez a mandátum. Óriási részvétel, óriási győzelem, azt gondolom, hogy csak és kizárólag az embereknek tartozom köszönettel, azoknak, akik vették a fáradtságot vasárnap, elmentek, mertek véleményt nyilvánítani, hiszen a választás az a demokrácia ünnepe. Számomra ez egy gyönyörű ünnep, győztesként azt gondolom. Kovács Sándor másodszor nyert mandátumot választókerületében. A képviselő azt szeretné, ha az elmúlt 4 évben sikeresnek bizonyult programok folytatódnának, de további új fejlesztésekkel is szeretné előmozdítani a térség erősödését. Remélem, hogy azt a fajta 4 éves munkát, amit elkezdtem a polgármesterekkel, az itt élő emberekkel, a Szabos 05 társulással, azt tudom folytatni. Tudunk gazdaságfejlődést csinálni, hiszen elkezdődött már a munka még a választások előtt, amikor ez a társulás együttműködve a műegyetemmel egyfajta új modellt szeretne készíteni, egy új foglalkoztási modellt, hogy lehet ezt a nagyon régóta, több mint 150 éve hátránysejtű szatmári régiót felemelni, hogyan tudjuk mi a saját problémánkra megkeresni a választ, ne várjuk meg, amíg a sült galamb ide repül. Természetes fejlesztésekbe, autópályákra, útépítésekre, egyéb infrastruktúrális fejlesztések is nagyon fontosak, de én most az energiám nagy részét ennek a különleges foglalkoztási modellnek szeretném szentelni. Kovács Sándor azt is elmondta, ennek megvalósítására szeretné elérni, hogy a kormány egy külön határozattal finanszírozza a foglalkoztatási modellt. Hozzátette, a 30-as években a szociálisan elmaradott szatmári régió felzárkóztatására már létezett egy szatmári modell, célja, hogy most is egy hasonló, országosan is egyedülálló és példaadó modell jöhessen létre a szatmári régió fejlődése érdekében.